Üdvözlök mindenkit! Itt az infobubble.hu weboldalon, ebben a videóban feminizmusról lesz szó tágabb értelemben, szűkebb értelemben. Beszélünk majd az erős független nő jelenségről, a másik pedig ezzel kapcsolatban híreket találtam. Azok vonatkoznak a népességre, a népességi rátára, annak az alakulására, milyen következményekkel jár és járt a feminizmus. Mielőtt nekivágok ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az első hír, amire ez az egész épülni fog, az 24.hu 2024. április 29-ei cikke. Soma mama Gésa, 30 éve kezdtem mondogatni, ha egyszer sok pénzem lesz, csinálok egy péniszbárt. Anyu, mi az a ribanc? Au! Ez az, amit ő magyaráz. Az ember úgy megrökönyödik ezen, hogy jól hallotta vagy nem. Jól hallotta, végül Olaszországban talált rá a helyre, írja a 24.hu. Az olaszországi Castel Mola településen járt Soma mama Gésa, ahol betért egy bárba, aminek tematikáját a férfi nemi szerv adta. Mint posztjában írta a művész ez a bohóc, korábban neki is voltak olyan gondolatai, hogy hasonló helyet nyit Magyarországon. Következőt mondja, 30 éve kezdtem el mondogatni a barátaimnak, hogy ha egyszer sok pénzem lesz, csinálok egy ilyen bárt. Minden, ami csak lehetséges, ilyen alakú lesz benne. Kilincsek, a vízcsapok, a tapéta mintája, a villanykapcsolók, stb. De ebből nem lett semmi, úgy látszik, ennyire nem érdekelt a dolog. Mama Gésa hozzáteszi posztjában, ahol a helyet alaposan megmutatta, hogy belépve majdnem szólt a pincérnek, hogy hello srácok, megjöttem. Most itt van egy-két videó, meg kép ezzel kapcsolatban a 24.hu-n, de ebbe nem mennék bele. Ez az egész cikk, amiről beszél ő, ez nagyszerűen érzékelteti azt, hogy milyen irányba halad a világ. És a férfiakkal is természetesen alapvető problémák vannak. Én úgy gondolom, hogy a támadás nagy része az összpontosul a nőkre. Egyrészt a nők sokkal könnyebben befolyásolhatók az ilyen ideológiák tekintetében, meg érzelmileg is. Másrészt talán azért, mert a párkapcsolati dinamika úgy tűnik a felszínen, hogy a nők irányítása alatt áll, bár én nekem az az érzésem, hogy ez egyáltalán nem így van. Kétségtelen, hogy első ránézésre úgy tűnik, hogy arra mennek a párkapcsolatok, amerre a nők irányítják azt, azonban, hogyha jobban áttekintjük a helyzetet, akkor rájövünk, hogy a férfiak azok, akik tulajdonképpen vezetik ezt a viselkedésükkel, a nők csak alkalmazkodnak ehhez. De ez azt hiszem, hogy egy másik téma lenne, úgyhogy ebbe bele sem megyek. Említettem ezt az erős nő dolgot, és nem feltétlenül azt gondolom, hogy Soma egy ilyen, vagy azt hiszi magáról, hogy ő az, de a kuffer.hu weboldalon azt írják, hogy az erős nők inkább élnek egyedül, mint hogy olyan férfira pazarolják az idejüket, aki nem érdemli meg. Nagy Almának a cikke azt írja, hogy az egyedülálló nőkre a társadalom még mindig lesajnálóan tekint. Ilyen sok nő dönt úgy, hogy marad egy mérgező kapcsolatban, amiben boldogtalan, mert fél attól, hogyha egyedül fog élni, mások majd kritizálják. Én azt hiszem, hogy ez nem is igaz már manapság. Egyáltalán nem kritizálja senki a nőket azért, hogy milyen párkapcsolati formát választanak. Ez csak az ő fejükben él, mint ahogy számos más dolog az én meglátásom szerint a nők fejében él, a valóságban meg nem létezik. Ennek ellenére formálja azt, ahogyan viselkednek. De vannak nők, folytatják, akik ennek ellenére is az egyedül élést választják, hogy inkább magukkal foglalkozhassanak, mint hogy egy olyan kapcsolatot pazarolják az idejüket, ami nem érdemes erre. Nagyon büszke vagyok magamra. Ezek az erős nők tudják, mit akarnak, és ha saját boldogságukról van szó, nem kötnek kompromisszumot. Ne lehetne beszélgetni évezredekig erről az erős nő dologról, de lehet, hogy erről már beszéltem én, hogy nem is fogok ezzel most igazából időt tölteni. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy inkább magukkal foglalkozhassanak, mint egy olyan kapcsolatra pazarolják az idejüket, ami nem érdemes erre. Just want the best for ourselves. És ha párkapcsolati tanácsra van szükség, akkor itt van egy, ez az alapja minden párkapcsolatnak, amit most
elmondok. A következő, nem tud senki találni magánál jobb párt magára. Ez az alapszabálya a párkapcsolatnak. Mindenki olyat tud csak találni magának, amilyen ő maga, hisz az, aki nála magasabb szinten van, az tisztában van a saját értékével, ezért nem fog foglalkozni olyannal, aki nála alacsonyabb szinten van, összességébe véve. Most nem arról beszélek, hogy kinek mennyi az emberi értéke. Az emberi értéke mindenkinek egy. Azonban ezen a párkapcsolati piacon van egyfajta erőviszony, amivel mindenki tisztában van. Én is, az is, aki hallgatja, ezt nézi. Tudat alatt mindenki tudja, hogy mi az ő szintje. Ezért, és nem is nagyon akar az alá menni. Ez pedig elvezetne minket ahhoz, ami úgy tűnik, hogy igen nehéz, különösen a nőknek a mai világban, de persze a férfiaknak is, ha jól látom, az pedig az, hogy felelősséget vállaljanak a saját kudarcaikért. Az, amikor azt mondja, hogy mérgező kapcsolat, nem érdemes erre a kapcsolat pazarolni, az nem a másik fél hibája, az az ő saját hibája, hogy ő abban a kapcsolatban van. Azért van abban a kapcsolatban, mert nem tud találni annál jobbat, hisz ő azon a szinten van. Hogyha ezt megértené valaki, akkor el tudna kerülni rengeteg problémát, mint ahogy én elkerültem az elmúlt 21 néhány év alatt végtelen problémát, azáltal, hogy felismertem ezt. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!